Lemondott Marosvásárhelyi tanácsosi listavezető helyéről Kozma Mónika. A magyar kormány gazdaságélénkítő programját lebonyolító Pro Economica alapítvány elnökeként ismertségre szertevő politikus azért döntött így, mert állítása szerint a megyei RMDSZ vezetői egyeztetések nélkül hoztak döntéseket. Érdekesség, hogy a politikus ennek ellenére marad a megyei listán. Harmadszor is módosult az RMDSZ-nek a Marosvásárhelyi önkormányzati választásokon indítandó listája. Kozma Mónikát a helyi választmányelnökeként megillette a listavezető pozíció, ám tisztségéről és erről a jogáról is lemondott. A Marosvásárhelyi választmánynak és a megyei elnökségnek címzett levelében úgy fogalmazott, szerinte a vezetők nem voltak kompromisszumkészek a városi lista összeállításakor, ő pedig nem akar politikai csatározásokban részt venni. Kozma lemondásának híréről legelőször az információink szerint Dorin Flória polgármesterhez köthető Partizán Mures Ján nevű Facebook oldal számolt be. A jelek szerint a szervezeten belülről szivárogtattak a politikai ellenfélnek. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy néhány kollega házon belülről most már nem első alkalommal, hanem többször is előfordul az, hogy különböző RMDSZ belügyeit taglaló levelezést, akár belső dokumentumot a nagy nyilvánosság elé tesz, kiszivárogtat. Én azt gondolom, hogy az RMDSZ ügyeit azt elsősorban házon belül kell intézni, az ember sem intézi a családi ügyeit Facebookon. Kovács Levente szerint ez is bizonyítja azt, hogy jól döntöttek akkor, amikor nem jelöltek olyan személyeket a listára, akik esetében fennáll a gyanú, hogy együttműködnek a 20 éve regnáló Dorin Flória nevével fémjelzett városvezetéssel. Nem a nyilvánosságnak szánta levelét, nem tudja, hogy ki és miért szivárogtatta ki, mondta el híradónk kérdésére Kozma Mónika, leköszönő választmányi elnök. Én értesítettem a megyei elnök urat, Péter Ferenc urat erről a döntésemről, illetve az országos ügyvezető elnök urral, Korcsami Málinttal is egyeztettem erről, hiszen ő a felelőse ennek a kampánynak. Velük egyeztetve én ezt a lemondó e-mailt tulajdonképpen a kollégáknak szántam, tehát a választmányi tagoknak küldtem el az e-mailt, hogy hogyan került ezek után nyilvánosságra, azt nem tudom, és tulajdonképpen nem is szeretném ezt lenyomozni, hiszen akkor megint olyannal foglalkoznánk, ami elveszi az erőnket és az energiánkat arról a nagyon fontos, vagy attól a nagyon fontos feladattól, ami a választások megnyerése. Kozma Mónika elmondta, a nézeteltérések ellenére továbbra is folytatja a munkát az RMDSZ-ben. Meglátása szerint ez a konfliktus nem akadálya annak, hogy továbbra is szerepeljen a szövetség Maros megyei tanácsosi listáján. Erről a pozícióról ugyanis nem mondott le. Kozma Mónikának a megyei szervezet vezetői felé intézett bírálata azért is figyelemre méltó, mert ő maga a szervezet ügyvezető alelnöki tisztségét is betölti.